Azok az önkormányzatok, amelyek az adódó lehetőséget kihasználva új utakat nyitnak a fejlődésben, követendő példák. Van, aki a mezőgazdaságban és van, aki az építőiparban találja meg a számára megfelelő kiútat. A Baújszántó önkormányzata a 100%-os tulajdonában lévő KFT ez utóbbi kapcsán valósított meg egy projektet, amellyel nem csak értéket, hanem áttételesen munkahelyeket is teremtenek, hangzott el a projekt ünnepélyes zárásán. Sáfián Ádám polgármester összegezte az elért eredményeket, kiemelte 134 millió forint segítette céljaik elérését, amelyet a belügyminisztérium pályázatán nyertek el. Ennek a programnak a részeként sikerült azt megvalósítani, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzat által 100%-ban tulajdonolt non-profit KFT tudott gépeket és eszközöket beszerezni, amellyel a KFT-nek az építőipari tevékenységét tudtuk fejleszteni. Ez a KFT, az önkormányzati KFT az elmúlt időszakban egyre inkább aktívan vesz részt nem csak a település, hanem azt mondanám a térség életében, és egy ilyen kisebb léptékű beruházásokat tud megvalósítani. Azt lehet mondani, hogy most már közel 20 ember dolgozik a KFT-nél, és egyre inkább szeretnénk több dolgot megvalósítani, ezzel szolgálva nem csak az itt élők, hanem a térségben élők érdekeit is. Többek között gépjárműveket és olyan gépeket szerzett be ennek köszönhetően az önkormányzat, amely hatékonyabb és minőségibb munkavégzést tesz lehetővé. Sáfián Ádám polgármester azt is kiemelte, több környékbeli önkormányzattal is együtt tudnak működni ennek köszönhetően. Az ünnepélyes projektzárón elhangzott Abaújszántó törekvései példaértékűek lehetnek más települések számára is. Közfoglalkoztatás kezdetétől részt vesznek a programjainkban, és nyilván a település gazdasági adottságai következtében nagyon erős mezőgazdasági programot működtettek a kezdetétől, ami jelent szántóföldi növénytermesztést, erdőgazdálkodást, állattenyésztést, és később lett erre egy igény, hogy feldolgozás is nem véletlenül indultak egy speciális programba, amit szintén a belügyminisztérium támogatott. Itt van itt egy húsüzem is, ami a feldolgozást és a közétkeztetésbe való becsatornázását jelentheti ezeknek a termékeknek. Az mindenféleképpen speciális, hogy egy építőipari tevékenységgel kapcsolatos programot generáltak, ami egy nagyon jelentős létszám mellett fog működni az elkövetkező időszakban. Én azt gondolom, hogy az építés az minden egyes államnál és minden egyes nemzetgazdaságban egy nagyon-nagyon fontos terület, hiszen az építés, az új épületeknek az építése nagyon komolyan húzza magával a nemzeti jövedelmet. Nyilván ez a vállalkozás még egy kicsi vállalkozás, de egy olyan üzleti, egy olyan piaci résbe tud helyt találni magának, ami a nagyok és a nagyon kicsik között van. A helyettes államtitkár azt is hozzátette, hogy a Baújszántónak érdemes nagyobb álmokat szövegetnie, hiszen a korábbiakban szerzett ezirányú tapasztalatai és eredményei megteremtik ehhez az alapot.